három szóval. Sziasztok! Sziasztok! Megmondom összintén, hogy tizedszer állunk neki ennek a videónak, mert mindig valaki beleénekel, belenyekerek, belenyikorog, belevúgat. Már most sem adhatnál a frissültet, az a helyzet, mert ugye csak 50 évkor különbség lehet az újszülött és a nevelő szülő között. Hát mit tudom én, szóval. Gyerekeknél ez előfordul. Igen. Szóval a mai videónkban igazából a nevelőszülőség lesz a téma, és a kiegészítése lesz az előző nevelőszülős videónak. Nagyon sokan kértétek, hogy erről meséljünk, és akkor feltettem nektek egy ilyen kis kérdezős fülecskét, hogy mire lennétek kíváncsiak. Úgyhogy az én apukám, aki jelenleg is csak velem foglalkozik, és a videó. Nem, szerintem... Nem vagyok gonosz, de mikor volt olyan utoljára, hogy csak velünk foglalkoztál? Ez az én kérdésem, jó? Na, hány éve? Jó, már 5 éve gyerekekkel foglalkozott. És azóta egy percet nem láttam egyedül az anyámat. Egy perc, egy, értitek? Hát szia, te ez is megjöttél. Ez egy ilyen hivatás, szívem. Tudom. Szóval tök jónak tűnik, de amúgy így gyerekfejjel azért, na. Azért ne engem kérdezzetek meg ennek a hivatásnak a teljes szépségeiről, mert azért nekem itt vannak kétségeim, de ez teljesen nyílt lesz és őszinte videó természetesen. Azt hittem, most megkopogtak. Szóval, Varga Anikó kérdezte, hogy hány évig szeretné még csinálni ezt a hivatást az anyukád. Remélem már ez az utolsó gyerkőcsereg, akit így felnevel. Hát úgy gondoltam, hogy a nyugdíjas korom után, akik itt lesznek nálam, azokat nem fogom visszaadni, hogyha megérjük ezt a szép időszakot. Ők akkor velem fognak megöregedni. Hát bocsi. Ezt most tudom, nem esett jól, de... Hát, na. De hogy te még nem elég, hogy... De hogy? Szóval, hogy gyakorlatilag, amire te nyugdíjas leszel, addigra a nyugdíjkorhatár lesz 65-70 év, most mennyi a nyugdíjkorhatár? Hát nem tudom, de 40 év munkaviszonyban már el lehet menni nyugdíjba. Igen, mondd meg te is. Úgyhogy szóval, van egy 10 évem kb. És utána, akik itt vannak nálam, azokat... Szóval még kapsz 65 évesen újszülötteket? Nem kapok 65 évesen újszülötteket. De hogy nem te kapsz, mert ahhoz értesz a legjobban. Szóval akkor 85-90 éves korodig. Hát, figyelj, ha 90 évesen tudod csinálni, addig... az lesz a legjobb, na? Szerintem is, ha addig nem fog találkozni egy percre se kettesbe az anyámmal. Dehogy nem, a nagyobbak a gyerekek már akkor az évek. Akkor mi, leadod őket az acimba, vagy mi? Nem, de azok már el vannak egyedül itthon is, tehát azért 10 évesen már nem feltétlenül kellek én minden egyes percükhöz. Na. Hát jó, de nagyjából mióta csinálod? 5 éve. 5 évet csinálsz, szóval amúgy itt félreértés esett egy kicsit, mert hogy nálunk a két gyerkőc mind a kettő előbb került hozzánk, mint ahogy anyukám nevelőszülő lett volna, és anyukám Magyarországon nevelőszülő, mi pedig Szlovákiába vettük magunkhoz a két gyerkőcöt, vagy a jó Isten adta nekünk igazából, én úgy gondolom, de hogy már a lányunk is ott volt nálunk, mikor az anyukám ezt elkezdte, úgyhogy nem úgy van, hogy ott így gyorsan kaptatok gyerekeket, mert anyukád által protekciósok voltatok, szóval kettő ország, és itt azért kaptam olyan kommenteket, hogy az állam leesett, hogy ennek a kettőnek semmi köze. Te lehettél volna protekciós, mert nálunk már voltak gyerekek, nem fordítva. Én sem voltam protekciós. Mert kettő tök más országról, és tök más pozícióról beszélünk, szóval mi a gyerekeknek gyámjuk vagyunk, anyu pedig a nevelőszülő, az totál más, szóval, na mindegy, de az én részleteimben most nem akarok belemenni, itt most ő a lényeg, és múltkor is azt mondták, hogy elnyomtalak, úgyhogy... Na, akkor most kevesebb beszélj, és többet kérdez. Jó. Kincső Mátyási kérdezte, hogy egy hosszú, hogy elég hosszú idő örökbefogadásra kerülnek a gyerekek, ez csak akkor lehet, ha lemond a szülő? Nem. Nem csak akkor lehetséges, ha lemond a szülő, mert ugyanis, hogyha nem látogatja 3 hónapig, akkor is örökbeadásra kerülnek a gyerekek. Ugye amikor nevelésben vannak véve, hát inkább ezzel megy el az idő, mert nem jó a rendszer. Nem mindjárt egy hónaposan elvileg, egy hónapot lehetne nálam ideiglenes elhelyezéssel a gyermek, és utána a nevelésbe kéne, hogy vegyék. De mivel ezt a rendszer nem teszi lehetővé, vagy nem ilyen gyors, nem ilyen ügyes, így van, aki 6 hónaposan, van, aki 9 hónaposan kerül nevelésbe. Úgyhogy már újszülött kortól nálad van. Így van.
Neveléstől, nevelésbe vételtől számított 3 hónapig nem látják, akkor mehet örökbe, vagy ha lemondanak róla, ugye? És akkor az örökbeadási procedúra is még majdnem egy jó. De itt például az is látogatásnak számít, hogyha mondjuk felkeres a szülő messengeren, vagy felhív telefonon? Nem, az nem számít. Csak a személyes kontaktus. A személyes kontaktusnak muszáj meglenni ahhoz, hogy ne lehessen örökbe azt nyilvánítani. Aha, szóval ja. Na jó, a következőt szintén Kincső kérdezte, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelni, aki örökbe akar fogadni Magyarországon, akik szlovákiaiak, azt ne nézzétek, mert Szlovákiában totál más, és teljesen mások a szabályok. Úgyhogy... Így van, Magyarországon ugye az egészségügyi alkalmasságnak, pszichológiai alkalmasságnak... Ninike, ne üsd! Menj a szobába, szívem! De miért csörgővel játszanak ilyenkor? Most mondd meg! Mert ez így sokkal izgalmasabb. Na, tehát egészségügyi alkalmasság? Meg kell lennie a lakhatási feltételnek. Ez lehet akár albérlet is, hogyha... Csak határozatlan idejű szerződéssel. Igen, határozatlan idejű. Akkor rendszeres jövedelemmel... Figyelj, simogass! Aha, látom, milyen aranyos, ő meg megüti cserébe. Tehát meg kell lenni a lakhatási feltételnek, munkaviszony. A munkaviszonynak, ugye mind a két fél részéről, meg van adva, hogy újszülöttet csak maximum 40 év korkülönbséggel, de ugye itt a párnak a fiatalabb tagját nézik, tehát még ez az egy kritérium van, hogy a 40 hát nem, a mert hogy a pszichológusi vizsgálatok... Tehát azt mondtam, az orvosi, a pszichológusi... Ja, meg tanfolyam. Ja, de itt nincs, már nem kötelező. Nálunk nagyon komolyan veszik Szlovákián, fél éves. Hely. Itt most már önkéntes a tanfolyam. Na, ez mondjuk olyan hülyeség, na. Mindenkinek kötelező vétel. Én a rendes szülőknek is, mert nagyon sokat lehet belőle tanulni. Igen. Macika. Semmi baj. Gyere, fölvesztük a fruzsikát is. Gyere ide, semmi, csak elesett. Gyere ide, Maci. Semmi baj, kincsem. Na, szóval a következő kérdés, hogy csak pár ideig marad az anyukádnál a gyerek, miért nem ti dönthettek arról, hogy meddig lesz nála? Hát már minden gyereknek megvan a maga kis sorsa. Hát minden gyereknek van saját családja, vérszerinti családja, és hogyha ő náluk rendeződik a helyzet, akkor természetes, hogy hazagondozzuk őket. Most én dönthetek úgy, hogy valakit nem szeretnék tovább nevelni, akkor visszaadhatom, de szegény gyereknek mekkora traumát okozok azzal, hogy visszaadom, tehát azért erre is kell gondolni akkor, amikor elvállalunk egy gyereket. Mert megkérdeznek, hogy akarom, szeretném ezzel a kritériumokkal, elmondják, hogy egészséges vagy ilyen. Igen, de például ez is nagyon érdekes így, hogy nekem tök fura az, hogy megkérdezik, hogy van egy 5 éves kisfiú, Ádámnak hívják, itt és itt él, ezért került ebbe a rendszerbe, vállalod-e, de hogy előtte nincsen személyes kontaktus, hogy most akkor most barátkozzál 2 napig, na Szlovákiában ilyenek nincsenek, hogy csak úgy fogod magad, aztán elmegy. Na de ez általában azoknál van, akiket azonnali kiemeléssel vesznek el. Tehát mindenki így jött, hát senkivel nem barátkoztál. Nem barátkoztam, az első párt, emlékszel, ott még a tárgyaláson is voltam, ott ismerkedtünk elvileg, az volt az ismerkedés, hogy mentünk az nevelésbevételi tárgyalásra. Egy tárgyalásra. Fél órás. Na, azt mondom, hogy Magyarországon meg Szlovákiában annyira különböző a rendszer, hogy na, van, amiben ez sokkal jobb, valamiben meg az, de hogy ilyenkor mindig leesik az állam, hogy telefonálnak, igen, jön egy ekkora gyerek, és gyakorlatilag nem is látod, úgy mondasz rá igent, vagy nem. De te eddig mindenkire igent mondtál, szerintem. Hát első körül a Nikolaszra sem mondtam igent, a Elizára sem mondtam igen, és ő nem is került ide. De egyébként igen, nem. Meg a 10 évesre mondtam nemet, mert nem az online tanulást nem nagyon. Hát ennyi kisgyerek mellett egy online tanulónak is nehéz, szóval itt nem tudsz nyugalmat biztosítani. Hát most fél órára nem tudunk csendet teremteni. Hát hogy felvegyük ezt a videót. Főleg úgy, hogy ugye azért a Szimcsi is itt volt, és online tanulás volt. Szimcsi a húgos. Igen, tehát őnek is online kellett tanulni, és nem olyan nagy a lakásom, hogy 6 helyen tudjunk tanulni. Tehát igen. Ez... Szóval, engem a húgod véleménye is érdekelne. Ezt Luca kérdezte.
Mindjárt jó, csak felveszük ezt a videót, oké? Okay? Jó, köszi. Kukucs. Kukucs. A húgom véleménye, hát a húgom most nincs itt, ő táncol Győrbe, hip-hopot táncol és tanfolyamon van éppen, vagy edzésem, vagy hogy mondják. Igen, edzésem van most. Na, úgyhogy az ő véleményét most nem fogjátok megtudni, maximum majd egy következő videóban, amúgy a húgom baromira gyerekpárti, szóval ő mindig jobban támogatott azért ebben, mint én, hogy őszinte legyek. Neki is azért elég sok... Sok az, hogy nincs annyi időm rá sem. Igen, rá sem, meg sok feladatot kap, mert hogy anyu azért akárhova megy, nagyon sokszor ő maradítson a gyerekekkel. Igen, igen. Szóval szerintem nagyon kevés az a tinédzser, aki ilyen szinten tud vigyázni 3-4-5 gyerekre, hogy közben megfőz nekik, hogy ellátja mindet, meg hasonlóak, szóval... Szóval azért ebben a húgomnak rengeteg Fusza, feladata van. Onnét, mégis, nekem sokkal kevesebb feladatom van, mégis egy kicsit én vagyok az, aki nem annyira támogató ez az egész fele, mert én úgy érzem, hogy a mi gyerekeinknek is csak egyszer van gyerekkoruk, és ugye itt sokkal kevesebb figyelem kerül a nagymamától ő rájuk, hiszen ameddig nem voltak gyerekek, addig ki tudtatok menni játszótéren a nagyfiammal ketten. A nagylányomat például nem volt olyan, hogy egyszer is, hogy tudtad volna tologatni egy órát kint babakocsiban, ninit se, soha semmi ilyen nem volt, és én ezt mindet egy kicsit így lelkileg nehezen élem meg, mert ez mind tőlünk van elvéve szerintem, vagy legalábbis ezt én úgy érzem, hogy tényleg, hogy ilyen saját idő, hogy most akkor kettesbe leüljetek bármelyik gyerekkel, olyan nem volt soha. Emellett meg bármikor jöhetnek, és már amikor nincs éppen ilyen vírus, és imádnak itt a gyerekek között többé-kevésbé, de na. Úgyhogy a húgom véleménye az mindig jobb egy kicsit, ő mindig támogatóbb volt, mint én, ő ugye még nem annyira látta. Jó, látta az árnyoldalát, de hogy ő látta előtte azt is, hogy anyu gyárba dolgozott, sokat éjszakázott, meg délutánozott, egyedül volt itthon sokat, és hogy ez sokkal rosszabb volt, mint anyagilag, mint anyunak fizikailag, nem? Fizikailag, nem is igazán a fizikailag, hanem az, ahogy ott várnak az emberek, tehát inkább ez a... Hát meg pénzbe is, hogy akkor azért nem tudtad így felújítani a lakást, nem tudtál úgymond annyi mindent hát megengedni. Meg ugye ott be voltam skatujázva egyedülálló szülőként, ha nem jössz szombaton, hát elküldelek. Könnyű volt odavágni, én egyedülálló szülőként nem tettem meg, hogy nem megyek. Tehát, na, ez a zsarolás része, ez úgy nem tettem. Igen, na, szóval Nikol kérdezte, hogy volt esetleg olyan, hogy egy gyerek annyira megszerette, hogy nem akart tőle elmenni? Mind. Igen, tehát ezek a gyerekek... Akik már nagyobbak. Nem szívesen mennek. De másfél évesen is elég nehéz volt ugye Andráskát is, meg a Tündikét is oda. Úgy értettem, mert a nagyobbat, hát ugye... Igen, tehát ők azért már ragaszkodnak. Olivier meg ugye 4 évesen került, de ő is elég... Akár egyszer kimondod a nevét, bekönnyezik a szemem, még nekem is pedig... Neked. A húgomnak is, meg mindenkinek, szóval igen, ez egy olyan dolog, hogy őt nagyon-nagyon szerettük, és azért újszülött korát, a koraszülött volt, hazajött, és az első nap hoztuk neki a légzésfigyelőt, tisztába tettük, ekkorka volt, 4 éves koráig itt volt. Na, úgy jött haza, szóval... Igen, az a helyzet, hogy anyunak a munkája ilyen téren, nem csak olyan téren viseli meg a családot is, hogy... Kevesebb idő jut ránk, hanem úgy is, hogy mi is megszeretjük ezeket a kis bébi bogyókat, és most itt cseperedik mellettünk, és aztán egyszer csak elviszik, és onnantól kezdve többet nem látjuk soha. Soha. Igen, szóval ezt a részét nagyon nehéz így feldolgozni. Mindenki nagyon szeretett eddig bennünket, akik itt voltak, ugye? De... Na, de hát ez az életrendje, őnekik legyen jó, tehát azt kell nézni, hogy a gyereknek mi az érdeke, nem az én érdekemet, tehát... Igen, meg nem a családunk érdekét, de igen, valamilyen szinten én például nézem a családunk érdekét is, mert nekem a nagyfiam is, hát most hova tűnt? Most akkor másik anyukája lett, akkor nem szerette a saját anyukája, vagy nem szerette a mami, akkor elkerült egy másikhoz, és ezt lelkileg a gyerekeknek is tovább kell, hogy adjuk. És én azt látom egy részben, hogy akkor a családban is a mi gyerekeink, akik nem vér szerinti gyerkőcök is egy kicsit bizonytalanságot látnak, hogy,
hogy innen is elkerülnek a gyerekek, és anya, te ugye mindig itt leszel velünk. De én mindig azt mondom, hogyha őszintén ezekről a dolgokról igen. beszélve nyíltan, és elmondom neki, hogy igen, szeretlek, de te el fogsz innét menni. És kapsz egy sokkal jobb anyukát. Egy, és az unokáknak viszont, hogyha elmondod, hogy igen, neked ott az anyukád, és neked az a biztos hely. Igen, neked már kerestek anyukát, igen, meg apukát. Igen, megtaláltuk, igen. Tehát akkor ezt így ők fel tudják igen, dolgozni, igen, igen. okosan dolgozzák fel. Fő az őszinteség. Amit nem annyira tudnak, hogy többet ők se találkozhatnak vele, hogy például nem értik, hogy Oliver is elkerült innen, és akkor onnantól kezdve, hogy olyan másik anyukájával miért nem jöhet ki velünk egy játszótérre. Elmondom a választ azért, mert összezavarná a gyereket. Na. Ezért, és onnantól kezdve megvan szakítva nagyjából a kapcsolat, legalábbis általában. Na, következő kérdés, hogy ezekről Ildici Szász kérdezte, hogy ezekről a gyerekekről a saját szüleik lényegében lemondanak? Ezt már megválaszoltuk. Hát igen, ezt válaszoltuk. Vagy lemondanak, vagy a gyermügy igazából elveszi őket, mert... Ne te dumálj! Bocsi. Hát mindent elmond helyettem, tehát nem tudom, miért nekem teszitek akkor fel a kérdést, akkor ő is megválaszolhatna. Igen, ezekről a gyerekekről vagy lemondanak, vagy pedig nem látogatják őket, és a gyermügy úgy határoz, hogy... Őt mehetnek örökbe. Uh-huh. Aztán Viktória Gyarlai kérdezte, hogy tud valaki nevelőszülővé válni? Feltételek, stb. Csodásak vagytok, puszi. Hát ugye ennek is a pszichológiai alkalmasság, a hely megvan adva, hogy egy gyerekre minimum hány négyzetmétert kell, tehát a szobában mondjuk hány gyerek tartózkodhat, hány gyereket vállalhatsz abba a szobába. Külön helyiségnek kell lenni ugye a gyerekeknek és a szülőknek. Megvan adva ugye, hogyha nagyobb gyerekekkel... Nem is vagy külön. Mert picik a gyerekek, és ilyenkor még engedik, mert éjszaka fölkelnek, hogy egy szobába, egy légtérben legyek velük, de egyébként gyakorlatilag nem lehet. Tehát a nevelőszülő a nevel gyerekekkel nem lehet. Ugye nagyobb gyerekeknél fontos, hogy a fiúk, lányok külön legyenek, tehát vannak ilyen szabályok. Ez nem annyira szigorú azért. Hát igazán szigorúnak mondják, de amiket hallottam, hogy milyen helyeken vannak gyerekek, főleg aki most került Leila ide hozzánk, amiket elmesélt, hogy milyen volt a lakás, hogy nézett ki a minden, tehát nem veszik a szigorúan, ugyanis nagyon-nagyon kevés a nevelőszülő. Főleg a fiú... Vajon miért? Ja, nevelőszülők azért. Na, jó, nem pofázom én végig, úgyhogy csak olvasom a kérdéseket. Zita Pálinkás kérdezte, hogy lehet annyira is úgy szeretni egy nem vérszerinti gyereket, mint a sajátodat? Hát ez egy nehéz kérdés, nem? Nagyon-nagyon szeretem ezeket a gyerekeket is, de az teljesen más, mint a vérszerinti gyerekem. Tehát azért a kettő közt óriási a különbség. Nem lehet úgy szeretni. De főként nem lehet úgy szeretni, mert szeretet, de az a minden gyerek másfajta szeretetet igényel. Még a vérszerinti gyerekeknél is ugye mindig mondják, hogy engem jobban, vagy a másik gyereket éppen jobban szereti a szülője. Nem szereti jobban, csak ő egy másfajta szeretetet igényel. Tehát, szerintem azért nem lehet ugyanúgy szeretni, mert tudod, hogy ők ideig vannak nálad. Szóval nem úgy, mint a sajátod, hogy ön veled fog nevelkedni, hozzád jön haza, mint nagymama, vagy nagyszülő, vagy unoka, hanem itt van egy évet, két évet, három évet, és utána elmegy, szóval ne próbáld te igazán is. Igazán agyilag próbál ezt úgy szabályozni, hogy ne viseljen meg annyira. Tehát úgy készülsz a gyerekek fogadására is, hogy őt is lehet, hogy örökbe adom, vagy hazagondozom. Mindenképpen ez a cél, hogy örökbe adjam, vagy hazagondozzam. Tehát így állok neki. Megpróbálom nem annyira magamhoz láncolni, mert az neki is nagyon-nagyon nehéz, meg nekem is. Uh-huh. Na, Mókus Mami kérdezte, hogy már értem, honnan van ez a végtelen türelmed, amit eddig is irigyeltem, szuperek vagytok, amúgy nincsen szerintem, akkora türelmet nincs szerintem egyikünknek se, hogy most ez irigylésre méltó legyen, ez csak egy átlag szerintem. De jól csinálod a gyereknevelést. Hát kösz, te is. Kösz, nem bókulj. Hát nem fogok, amely így lemugat. Nem elég, hogy a nézőim non-stop beszólnak, még beszólsz te is.
Ez lett szerintem az egyik legjobb videót. Szívből gratulálok, anyukád is egy csoda. Hát köszönjük szépen. Aztán Vida kérdezte, hogy volt már olyan, hogy csak pár hónapig volt egy-egy kisgyerek az anyukádnál. Szerintem szuper anyukád van. Igen, volt több olyan kicsikém is, aki pár hónapig volt. Volt egy, aki csak egy hónapig volt. Ő volt Jonathan. Nagyon aranyos kisfiúcska volt. Ő megszületett hozzám, és egy hónap múlva rendeződött a család helyzete. Addig a vér szerinti szülők helyzete, és ő mehetett haza. Dávidkán fél évig volt nálam. Ő is egy koraszülött baba volt. Ott is rendeződött a helyzet. Szóval azért van remény. Igen, aztán hány évig szeretném még ezt csinálni, ezt a hivatást, ez már volt, igen. A többi kérdése, úgyhogy csak pár ideig marad anyukádnál gyerek, miért nem ti döntötök? Ezeket már olvastam, azt hiszem, hogy elfogytak a kérdéseitek. Köszönjük, hogy ma is velünk voltatok, reméljük, hogy kielégítettük a kíváncsiságotokat, és válaszoltunk nagyjából minden kérdésre. Van még valami, amit szeretnél ehhez hozzáfűzni? Hát. Nem is tudom. Nem, mert majdnem mindenről beszéltünk igazán. Hát azért nem mindenről, de... Nagyon jó lenne, ha itt lennétek közelebb, és akkor sűrűbb el tudnák vigyázni az unokákra. Igazán nagyon hiányoznak. Ez a pandémia azért mindenképpen nagyon rontott a helyzetem, mert akkor függetlenül előtte itt voltak sokat a gyerekek, tehát az azért egy jobb időszak volt. Most is jöhetnének, ha... Hát jó, most még itt a határon nem annyira egyszerű az átkelés. Igen, ő nekik is azért szerettek itt nagyon, szóval. Nekem is sokkal jobb lenne, tehát, hogyha tudnám őket hozni, mert... Hát jó, nekem tény, hogy az például nagyon hiányzik, hogy amikor még nem ezzel foglalkoztál, akkor ugye volt egy csomószor, hogy átjöttél este, és akkor kimehettünk mi is az Olival egyet moziba, vagy ilyenek. És ezek ugye mindegyik megszűntek, mert hogy ezáltal most... A mi kis lakásunkban, a mi három gyerekünk mellé még egy négy gyereket vagy ötöt elhelyezni, egyszerűen nem annyira lehetséges, szóval, ja, de hát ez van. Emellett meg igen, a feltételek azért azt még hozzátenném, hogy az fél éves volt a tanfolyam, és azért sokat tanultál rá, hogy ugye hogyan lehet valaki nevelőszülő, hogy azért ez nem olyan, hogy egy kéthetes gyors talpaló, aztán csókolom. Hanem komolyan. Nem, 16 órás tanfolyam, hát, minden szombaton meg kettő vagy szerve, valamely. Hetente kettő fullos nap, szóval úgy, hogy addigra már azért munkában voltál, viszont fél évnél tovább nem dolgozhattál, úgyhogy nincsen tanfolyamod, ugye? Nem dolgozhattam, meg volt adva, hogy mikorra kell ezt a 600 órás tanfolyamot elvégezni, tehát vizsgálva. Már volt, aki gyerekek, három pici volt, akkor is vigyázz, mert nem bukjon. Nem. Tehát három pici volt, amikor a tanfolyamot végeztem, az nehéz volt. Úgyhogy azért ezek a feltételek egy kicsit mások azért, ez nem úgy van, hogy valaki jelentkezik, mert azért eléggé komoly vizsga, meg készült és sokkal. Meg most már, ha jól tudom, megint visszaállítják, hogy egyedülálló szülő nem is lehet, ha nevelőszülő, tehát újonnan már nem lehet nevelőszülő, megint jó, valahol megértem, mert hogy ja, az örökbefogadást mondjuk rá nem értem meg, hogy egyedülálló gyereket miért nem fogadhat örökbe, de hogy nevelőszülőhöz úgy esetleg vagy lekorlátoznám, hogy max. Két gyerek lehet, mert látom, hogy neked is a négy gyerek nagyon sok, fizikailag, energiailag, mindenhol. Csak ugye két gyerekből meg ugye nem lehetne megélni, az abból nem tudnám fenntartani. Fizetésem akkor az nem elég hozzá, így van. Igen. Mi? Fölment a kislány. Fölment a kislány. Úgyhogy azért ennek van egy csomó olyan negatívuma és pozitívuma is, mert tényleg emellett meg nálunk az egész család imádja a gyerekeket, és anyu nagyon sokra vitte mellette, szóval itt most már nem úgy van, mint a gyárban, már elkezdtél haladni egy irányba, hogy tényleg meg tudtad engedni magadnak, hogy felújítod a konyhát, hogy csináltad asztalos legyen egy ágyat nekik, meg ilyenek, szóval... Lehet, hogy a gyár mellett is megcsináltam volna. Hát sokáig dolgoztál gyárban, és nem sikerült. Nem csak azért nem sikerült, hanem azért se sikerült, mert egyszerűen annyira fáradt volt az ember, hogy nem is volt kedvem azzal foglalkozni, hogy én még ittem bármit is szépítsek, vagy romboljak, vagy... Egy csoda? Ne bátom én.
Leszálltál, ügyes vagy. Köszönöm szépen. Nem, megmászott. Megérkel, mászott, mindjárt leszedjük, jó? Mondd neki, hogy gyere. Mondd neki, hogy gyere, Fruzsika. Tehát ott annyira kimerültem, annyira fáradt voltam. Ha nem azt csinálod, amit szeretsz, akkor az sokkal megterhelőbb, mint amikor azt csinálod, amit szeretsz. Tehát igen, igen, az biztos. Nem mindegy, hogy mivel foglalkozol. Igen. Van, aki imád a gyárba. Nincs. Jó, de amúgy meg elmehettem, mert te neked megvan a boltvezetői pénztárkezelői tanfolyamod is, szóval azért lett volna itt még opció. Persze, lett volna itt még opció, csak hogy azzal sem mentem volna előbbre, mert egy az, hogy a fizetés még kevesebb, mint a gyárba. Ez az első dolog. A második dolog, ott szombat, vasárnap is műszak van, tehát most nincs az, hogy azt mondod, hogy nem megyek szombat, vasárnap. A gyárba is persze szombaton mentél, de ott legalább a vasárnapunk meg volt, ha nem folyamatosban jártunk, tehát az az egy nap, az kellett arra, hogy az ember regenerálódjon, de hogyha elmész egy boltba, ott... Hát igen, de amúgy meg ezek is járnak például. Hogy ez saját boltodban. Ez is, erről se beszéltünk meg, hogy a gyerekek, hogy ide kerülnek, az nem úgy van, hogy akkor te itthon vigyázol rájuk, hanem hogy például rendesen el kell vinned orvosi vizsgálatokra, hol Pestre, hol ide-oda. Így van. Egy pillanat, kicsim. Így van. Aztán minden héten el kell vinned, vagy két hetente egy adott városba a gyámügyi kirendeltségre. Szóval kell egy gépjármű, kell egy csomó ilyen plusz dolog hozzá, mert hogy jár ez egy csomó ilyen fajta kötelezettséget. Persze, természetesen. Ugye az összes vizsgálat, ami egy újszülöttnél van, azokat mindent el kell végezni. És akkor ugye hozzá tartozik egy gyám, meg egy nevelési tanácsadó, aki hetente kijön és ellenőriz. Jönnek minden héten, két hetente jön a gyám, havonta egyszer jön a nevelési tanácsadó, de bármikor jöhetnek spontán ellenőrzőket. Igen, nem kérdeznek, tehát, hogy most akkor itthon vagy, vagy ráérsz, vagy akár nem beállítanak és ellenőriznek, szóval... Benéznek a hűtődbe, benéznek mindenhova, a gyerekek ruháihoz, hogy neke van a megfelelő felszerelés. Igen, simán megkérdezik a nagyobb gyerekeket, hogy mit ebédeztek, meg hasonlók, hogy bármi nyomja a lelküket, szóval... De mit szeretnél? De abban víz van, szívem. Abban víz van, az a Fruzsinának a forralt vize. A tápszereshez a vizecskéje. Úgyhogy azt hiszem, hogy érintettünk most már egy csomó témát. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Érdekesen sikerült szerintem az a beszélgetés. Remélem, hogy tetszett nektek. Többen mondtátok, hogy folytassunk anyuval egy ilyen hasonló sorozatot, úgyhogy ha van ötletetek, hogy ebbe a témában még mire lennétek kíváncsiak, akkor ide a komment szekcióba írjátok meg. Köszönöm, hogy velünk voltatok. Legyen csodás napotok. Sziasztok! Sziasztok!